A forgatási helyszínt a Kárpátia étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. A műsorvezető frizurája a Pomádé szalonban készült. A műsor média partnere a Pécs Rádió. Lillás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely. Megértése a gyerekeknek, hogy a mai napig ők itt érzik azt, hogy ebben az országban kell valamit csinálni. Eszükbe nem jut elmenni, máshol boldogulni. Azok a gyökerek, amit mi adtunk nekik, azok élnek hihetetlen. Nem most tudom meghatottság nélkül elmondani, hogy mindenki sóvárog az Amerikában élő gyereke, meg az unokája, meg az Angliából vándorló ide-oda, és azt mondja, hogy tudtátok itthon tartani a gyerekeket? Mondom, csak az életünk példájával. Egy csokornyi jó kérdés. Nyilván valaki mondta azt, hogy hát Péter, hát a fél országot magadra haragítottad. Ez is igaz. De az is, hogy a másik fele viszont leveleket kaptam, hogy drága művész úr, áldja meg a jó Isten a tettéért, mert kimondta azok véleményét, akikre nem hallgatnak, akik ki se tudják fejezni azt, hogy mit gondolnak, és ön ezeknek az embereknek a szószólója volt. Tehát a fél ország szeretett érte, a másik fele meg gyűlölt érte. És a házigazda Bauer Lilla. Lillás reggeli. Szombat és vasárnap délelőtt 10 órától a 6-os csatorna műsorán. A forgatási helyszínt a Kárpátia étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. A műsorvezető frizurája a Pomádé szalonban készült. A műsor média partnere a Pécs Rádió.